Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie, collega. La parola ora per un minuto e tre. Köszönöm szépen, másfél percben Bauer Edit következik. Elnök úr, kedves biztos asszony, szeretném megköszönni az ön alapos válaszát. Azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a hágai szerződés gyakorlatilag szabályozza a nemzetközi örökbefogadást, azt is tudjuk, hogy a 27 tagországból 26 részes ennek a szerződésnek, és abban is igaza van önnek, hogy ez a szubszidiaritás kérdése, hogy alkalmazzák ezt a nemzetközi egyezményt. Ezzel együtt én úgy érzem, hogy nem lehet közömbös, az élet kikényszeríti, hogy ne csak akkor foglalkozzunk a gyerekek problémájával, amikor botrányok vannak, amikor kiderül, hogy több száz gyereket adtak el ide, több száz gyereket vagy több mint 1000 gyereket adtak el amoda. Ennek a másik oldala az, hogy azokat a gyerekeket, akikről tudjuk, hogy léteznek az Európai Unióba, 1000 számra örökbe lehessen adni. A téma megkerülhetetlen, mert az Európai Unió felelős a gyerekek jogainak betartásáért, miközben azt is látjuk, hogy az örökbefogadás körül bizony annak következtében, hogy egyes jogokat túldimenzionál az egyes nemzeti jogszabály és a nemzeti gyakorlat, így örökbefogadhatatlanná válnak a gyerekek, és így csorbulnak a más jogaik. Biztos asszony, nagyon szeretném önt arra kérni, hogy azt, amit elmondott a bevezetőjében, hogy nincs olyan nemzetközi jogszabály, ami Európai Unióban már lehetne, hogy az örökbefogadásról szóló dokumentumokat a tagországban elismerjék, hogy ebben a kérdésben szükséges gyorsan előrelépnünk. Köszönöm szépen. Grazie, collega. La parola ora onorevole Di. Köszönöm. Gormai Zita következik 2 percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! A nemzetközi örökbefogadás legalább olyan súlyú kérdés, mint a határokon átnyúló válások ügye, és legalább olyan figyelmet is igényel, már csak azért is, mert legtöbbször a felnőttek döntéseinek érzelmi